Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Régi új vezető a páncélban. Popcsilikán Anikó nemrég főigazgatói kinevezést kapott. Új ösztöndíjat alapít a város. A hírt Görgényi Ernő a Dürer iskola péntek esti báján jelentette be. Még nem is játszottunk. Legutóbbi kötetét mutatta be a Gyulai könyvtárban Hartai Csaba. 21 csapat versenyzett. Amatőr röplabda bajnokságot rendeztek a gyulai sportcsarnokban. 2024-ben nevezték ki Popcsilikán Anikót a Páncél Imre intézmény főigazgatójának. Tavaly szeptember óta több felújítás valósult meg, hamarosan pedig egy modern játszótérrel bővül az intézmény udvara. Ez a nap híre. Idén januártól Popcsilikán Anikó a főigazgatója a 2023. szeptember 1-e óta önállóként működő, a Szent István utcán található Páncél Imre intézménynek. A főigazgató kiemelte, nagy és nemes feladat hárult rá, de tanulmányai óta gyógypedagógus hivatásának él. Nagyon sok olyan elvárás van, ami eddig irányomban nem volt, hiszen én tagintézményvezető helyettes voltam, tehát teljesen más szintre került az én munkám is. Nagyon sok, de ugyanakkor nagyon, nagyon hálás feladatok is bekerültek a feladataim közé. A Gyulai Tankerületi Központtal egy nagyon jó munkakapcsolat alakult ki, és látom azt, hogy nagyon-nagyon jó irányba fejlődik az intézményünk, hála nekik. A Páncél Imre intézményben 3-tól 25 éves korig, óvodától középiskoláig járhatnak a fiatalok. Van óvodájuk, általános iskolájuk, készségfejlesztő iskolájuk és fejlesztő nevelési oktatási intézményegységük is. A különböző korosztályok miatt a hétköznapokban szerteágazó munkafolyamat zajlik az intézményben. A 201 gyermek között van enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékossággal, autizmussal és súlyos, halmozott fogyatékossággal élő, emellett jelenleg van vak és hallásfogyatékos tanuló is. Tavaly szeptember óta elindultak a fejlesztések az intézményben. Többek között megújult a gáz, illetve az áramhálózat. A főigazgató hangsúlyozta, több fejlesztés valósul meg a közeljövőben is. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami már mutatja, hogy egy fejlődés van az intézményben, és amire nagyon vágyunk és hamarosan bekövetkezik, a tankerület jóvoltából lesz egy nagyon szép játszótere a gyerekeknek, ami valószínűleg márciusban fog befejeződni minden munkálat, és én úgy gondolom, hogy olyan színvonalas játszóteret terveztek most nekünk, amire a fogyatékos gyerekeknek szüksége van. Az év eleje az idei programok összeállításával zajlott. A héten megrendezendő Magyar Parasport napját követően pár hónappal a városi szintre nőtt autizmus napját rendezik meg. A főigazgató kiemelte, több a pedagógusokat megszólító eseménnyel is készülnek 2024-ben. Márciusban lesz egy óvodai nyílt nap, ahol a többségi intézményekből várják az óvónőket és dajkákat. Ezt az eseményt megrendezik az általános iskolás pedagógusok körében is. A nyílt órák során megismerhetik a Páncél Imre intézményben folyó munkát és módszereket. A tudományok iránt érdeklődő, azokban kiemelkedő képességű diákok számára tervez új ösztöndíjat létrehozni a gyulai önkormányzat. A hírt Görgényi Ernő polgármester a Dürer iskola péntek esti báján jelentette be. Más produkciók mellett a gyulai Grácia Mazsorett együttes fellépése színesítette péntek este a Dürer iskola alapítványi bájának programját. Az eseményt több év kihagyás után rendezték meg újra. Az intézményben jelenleg is zajlik a sportudvar felújítása, emellett az alapítvány révén különböző digitális eszközök beszerzését tűzték ki célul. Most a Covid helyzet miatt utoljára 8 éve volt alapítványi bál. Ennek a bálnak a bevételét mindig iskolánk tanulóira fordítjuk, versenyeredményeket támogat az alapítványunk, illetve segíti a tanulók eljuttatását, különböző digitális eszközökkel támogatja iskolánkat, és szeretnénk a bál bevételét most is ilyen célokra fordítani. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester jelentette be,
hogy a meglévő diákokat segítő ösztöndíjak mellett egy újabbat is szeretnének életre hívni, mely egy egyre inkább felértékelődő területen nyújtana jelentős segítséget. Nekünk nagyon fontos feladatunk, hogy megadjunk minden segítséget a családoknak és a diákoknak, akik tanulással szeretnék képességeiket kibontakoztatni. Ezért működtetünk ösztöndíj rendszereket a városban. Így azoknak, akiknek a családja számára nehézségeket okoz a gyermek tanítatása, a Burza Hungarika szociális ösztöndíjat, azok számára, akik kimagaslóan tehetségesek, a Bai Zoltán ösztöndíjat, és azok számára, akik pedig a művészetek terén rendelkeznek különleges tehetségekkel, az Erkel Ferenc ösztöndíjat. Újabb olyan támogatási formákon is dolgozunk, amely azokat a diákokat segíti, akikből tudós lehet majd a jövőben. Ennek még majd az elkövetkezendő időben fogunk hírt adni. Az alapítványi célok megvalósítása mellett a Dürer Bál az iskola körül szerveződő közösség megerősítését is célozta. A korábbiaknál líraibb hangot ütött meg legutóbbi regényében Hartai Csaba. A szarvasi író-költő pénteken a Gyulai Könyvtárban mutatta be Még nem is játszottunk című munkáját. Legújabb, tavaly áprilisban megjelent kötetét, a Még nem is játszottunk címűt hozta el pénteken a Gyulai Könyvtárba a szarvasi Hartai Csaba. A szerző azt mondta, a könyv címe amolyan tipikus mondás volt a 80-as években, amikor vendégségbe mentek, ezzel próbálták további maradásra bírni a szülőket. A könyv is a 80-as, 90-es évekbe, vagyis Hartai Csaba gyermek és ifjú korába visz, a humor mellett egyfajta nosztalgia is tetten érhető benne. Gyakorlatilag ez arról szól, mint majdnem az összes könyvem a saját kamaszkorom, fiatalkoromról. Itt most egy picit más megvilágításba helyeztem a dolgokat, tehát itt úgy emlékezem vissza, felnőtt fejjel, mondhatok ilyet, és kicsit ilyen líraibb lett a hang, nem a hangsúly, mert van mondjuk a Lerepülő Hülye Fejetek című első regényem, ott visszahelyezkedem abba a korszakba, és párbeszédes a próza. Itt meg inkább ilyen prózaversszerű. És itt most tudom, 48 fejezetből áll, a 80-as évek elejétől 90-es évek közepéig történő kis epizódok vannak. Hartai Csaba elmondta, azért tartja izgalmasnak ezt a korszakot, mert egyrészt mindenki számára meghatározó ez az életkor, másrészt pedig a mai, jóval személytelenebb világgal szemben sok szempontból emberibb volt. Látom a világon azt a változást, hogy például a fiataloknak a bandázása kihalófélbe van, vagy legalábbis nem akkora az, hogy fizikailag is egymás társaságában legyenek, hanem elég egy telefon ahhoz, hogy mondjuk ezt még cseréljenek, vagy egyáltalán üzengessenek egymásnak, és a mi korszakunkban még megvolt az, hogy összejártunk, bandáztunk, volt saját egy művésztelep nevű baráti körünk, ahova minden nap lementünk a templom mögé motorokkal, mit tudom én, jöttünk, mentünk. És ez azért hiányzik az embernek, meg nem is látszik ez, hogy ez mondjuk Szarvasvárosában működ, nem tudom máshol, hogy van, akik sokan gondolnak vissza ilyen édes búst nosztalgiával erre a korszakra, hogy ez megvolt, és mi ott lehettünk. Az esten a szerzőről többek között az is kiderült, hogy a lírai műfajokban könnyebben alkot, mint prózában, bár a legnagyobb nehézséget az időbeosztása szokta jelenteni, így az is megesett, hogy még munkába indulás előtt reggel 4 és 5 óra között alkotott. Jövőbeli terveivel kapcsolatban elárulta, amikor megír egy könyvet, úgy érzi, soha többet nem fog ilyet csinálni, mégis folyamatosan ír. Amatőr röplabda bajnokságot rendeztek szombaton a Gyulai Sportcsarnokban. A Békésvár megyei csapatok mellett kecskeméti és szegedi alakulatok is megmérettették magukat. Nagy csatát vívott a Karácsonyi Gimnázium csapata az egyik szegedi alakulattal. Szombaton egész nap a röplabda pattogásától volt hangos a Gyulai Sportcsarnok. A nagy hagyományokkal bíró Békésvár megyei nyílt amatőr röplabda kupán összesen 21 csapat vett részt. Valamennyi benevezőnek bőven nyílt alkalma a játékra. A mérkőzések itt egységesen 25 percesek voltak. A torna legfontosabb célja a sportág népszerűsítése volt. Amatőr vonalban gyakorlatilag kisebb társaságok vannak, akik összejárnak, tehát akár így Gyulán, akár Telengerendáson is, a női vonalon.
Ugye sokat számít az egyébként a BRS-ével, a BRS-ének a kinőtt nemzedéke, akik játszanak amatőr szinten összejárva, akár Békés Csabán Gyulán, illetve diáksportban is kezd fejlődni a sportág. A szervezők elégedettek lehettek a résztvevő csapatok létszámával, hiszen a járvány után lassan újra a régi fényében ragyog a rendezvény. Ezúttal 12 női és 9 férfi egység vállalta a megmérettetést. Ez a rendezvény a röplabda a Gyulasport Nonprofit Kft. Számára, mint szabadidősport egy kiemelt sportág, mert nem csak ilyen rendezvény, tehát az amatőr röplabda bajnokságunk van, hanem most már szélesítjük kifele, és már tervezeti időpontok vannak a többfajta röplabda sportágnak a művelésére, illetve hogy a Gyulaváros lakossága kipróbálja magát szabadidősportként. Vegyes csapatokat fogunk majd tervezni, hogy olyan bajnokságot rendezünk április 28-án, illetve visszamegyünk nyáron a kedvenc helyszínünkre, a Homokba, és strandröplabda bajnokságot is újra ismét megszervezünk, és rendezésre kerül, reméljük minél hamarabb. A hölgyeknél a Szegedi nem az a csapat bizonyult a legjobbnak, a hatodik helyen záró Karácsonyisok lettek a legjobb Békés vármegyei együttes. A férfiaknál is egy szegedi csapat, a Favágók végeztek az élen. Számos ösztöndíjat vehetnek igénybe a Gál Ferenc Egyetem hallgatói. Rövid hírek következnek. Három nagy csoportba sorolhatók a Gál Ferenc Egyetem hallgatói által elérhető ösztöndíjak. Kovács Katalin oktatási igazgató elmondta, a felsőoktatásban mindenhol elérhető ösztöndíjak, a tanulmányi vagy éppen szociális juttatások természetesen itt is lehívhatók. A pénzügyi keret elosztása a hallgatók közreműködésével történik, ezeket elsősorban a nappali tagozatos képzésben, állami finanszírozásban lévő fiatalok igényelhetik, de kivételek is vannak, így akár a levelezős diákok is hozzáférhetnek ezekhez. A másik nagy csoportot a Gál Ferenc Egyetem által alapított és a saját költségvetésből fedezett ösztöndíjak alkotják. Van két olyan, a GFE által alapított ösztöndíj, melyeket ettől a tanévtől kezdve hívtak életre. A Gál Ferenc Egyetem hallgatói az egyetemen kívüli szervezetek által kínált ösztöndíjakra is pályázhatnak. A számos lehetőség közül érdemes kiemelni a Klebelsberg képzési ösztöndíjat, mely a pedagógusok pályán tartását szolgálja. A Békés Csabai Gazdasági Kar két szakát is érinti a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíja. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj több szempontból is különleges, csak néhány kiváló hallgató részesülhet ebben. A Gál Ferenc Egyetemről ketten érdemelték ki az Orbán Viktor miniszterelnök által ellenjegyzett oklevelet és az azzal járó forrásokat. 2024-ben e-oltólándzsákkal bővült a Békés Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság eszközparkja. Képeinken Várszegi György tűzoltó főhadnagy az eszköz összeállítását mutatja be. Egyelőre 21 darabot szereztek be ebből, valamint a Magyar Közút és a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT további 13 darabot biztosít számukra. Ezekre az eszközökre azért volt szükség, mert egyre több elektromos autó járja az utakat Magyarországon. Várszegi György hangsúlyozta, egy elektromos járművet sokkal nehezebben lehet eloltani, mint egy hagyományos benzines vagy gázolajos autó. Az e-oltó láncsa egy hagyományos, felülről beütős eszköz, melyet egyszerre két tűzoltót tud használni. A végén lévő rozsdamentes acéltüskit kell bejuttatni a padlólemezbe, így tudják elárasztani vízzel az alapesetben zárt rendszerű akkumulátort. A hagyományos módszerrel több órába telne az az oltás, ami az e-oltó láncsával az adott idő tizede alatt elvégezhető. Várszegi György kiemelte, Békés vármegyében még nem kellett használniuk ezt az eszközt, de Magyarországon már több alkalommal így oltottak el autókat a tűzoltók. A
Sutyomba zenekar kíséretében farsangi jelmezes táncházat tartottak csütörtök délután a Vigadóban. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ sikeresen pályázott ilyen programok megvalósítására. Ebből a forrásból a téli eseményt követően a farsangi időszakban is sikerült megszervezni egy táncházat. A táncháza népi kultúrának a leghagyományosabb formáját őrzi. A módszer a 70-es években alakult ki, ahol némi irányítással elkezdenek valamilyen tájegységből lépéseket mutatni az érdeklődőknek. Semmi sem kötelező, aki szeretne, beáll a körbe, és percről percre nő a táncosok száma. Így történt ez a csütörtöki táncházban is. Farkas Lilla kiemelte, évről évre elmondható, hogy nem csökken az érdeklődés a néptánc iránt. Külön energiát fektetnek abba, hogy ez a tendencia a jövőben is megmaradjon. Ennek érdekében több vidéki iskolát látogatnak meg, és toborozzák a gyerekeket. Budapesten népszerűsítették a fürdőváros turisztikai kínálatát. Lapszemle következik. Gyula első alkalommal lesz díszvendég az utazás kiállításon. A 46 éves múltra visszatekintő utazás kiállítás kapcsán minden évben kiválasztanak egy bel- és egy külföldi desztinációt, amelyek kiemelt megjelenési lehetőséget kapnak a rendezvény során. Írta a közösségi oldalán Görgényi Ernő polgármester. A február 22-e és 25-e között megrendezett programról Budapesten tartottak sajtótájékoztatót. Akik a sorsukat maguk írják. Ünnepélyes díjátadóra hívták Szegedre a tehetséges fiatalokat, írta a gyermekvédelmi szolgáltató. Az Ágota közösség két alkotói pályázata is lezárult nemrégiben, amelyre a fiatalok nagyszerű írásokkal jelentkeztek. Vízimadár sokadalom az állatpark taván. Szemed gyönyörködtető része az állatpark félhektáros tavacskája, ahol a látogatók talán a legtöbb időt töltik nézelődéssel. A kmnp.hu azt írta, a tó lakóinak legnagyobb testű képviselői a nyári ludak. Nem csökken a házasság iránti kedv. 2023-ban Orosházán összesen 180 esküvő volt, írta az Orosz Café. Habár az országban és a vármegyében is csökkent az esküvők száma, Orosházán szinte ugyanannyi pár döntött úgy, hogy összeköti az életét 2023-ban, mint 2022-ben. A héten folytatódik az enyhe kora tavaszias idő. Pénteken már a 20 fokot közelítheti a csúcshőmérséklet. Kedden felhős és napos időszakok váltakozására készülhetünk. Éjszaka plusz 2 fokot, a kora délutáni órákban 12 fokot mérhetünk. Szerdán kisebb eső előfordulhat, de alapvetően sok napsütésre számítsunk. A hőmérséklet pedig plusz 1 és 11 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Régi új vezető a páncélban. Popcsilikán Anikó nemrég főigazgatói kinevezést kapott. Új ösztöndíjat alapít a város. A hírt Görgényi Ernő a Dürer iskola péntek esti báján jelentette be. Még nem is játszottunk. Legutóbbi kötetét mutatta be a Gyulai könyvtárban Hartai Csaba. 21 csapat versenyzett. Amatőr röplabda bajnokságot rendeztek a Gyulai sportcsarnokban. Ez volt a Gyula TV híradója. Kövessenek minket közösségi felületeinken és a gyulatelevízió.hu oldalon. További jó tévézést kívánunk!